Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonalmádiból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnap délelőttön leforgatok néktek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádi területén, méghozzá úgy, hogy közben a kék háromszög túraútvonalon bóklászok. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, jó hallottátok, ez egy újabb túraútvonalas videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. És most tulajdonképpen folytatni fogom azt a sétámat, illetve azt a túrámat ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, amit én az ezt megelőző videómban elkezdtem. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt most tulajdonképpen miről is dumálok, nézzétek meg az ezt megelőző videót is, köszönöm szépen. És akkor jöjjön hát a folytatás, lányok és fiúk, és akkor én folytatom tovább a sétámat, illetve a túrámat ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, itt Balatonalmádi területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én a továbbiabban arrafelé fogok haladni ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, itt Balatonalmádi területén konkrétan, mert ugye itt vagyok Balatonalmádiban, és folytatom tulajdonképpen a kék háromszög túraútvonalnak a bejárását, amit én jó múltkorában elkezdtem itt Balatonalmádi területén, ezen a mai napon szerintem be is fogom fejezni, ezen a vasárnapi napon ezt a bizonyos kék háromszög túraútvonalat. Amúgy március 8-a van, vasárnap van, lányok és fiúk, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum ott látható a kijelzőnek az aljában. Kedves hölgyek, kedves lányok, tisztelt hölgyeim és kedves lányok, én nagyon boldog nőnapot kívánok néktek, így a videón keresztül is. És hogy lányok és fiúk, jöjjön hát a folytatás, haladok én tovább én ebből a sétával, itt Balatonalmádi területén, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, méghozzá én a továbbiabban arrafelé fogok haladni, tartsatok velem! Na, lányok és fiúk, és akkor én haladok is tovább, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, itt Balatonalmádi területén, hisz ez a kék háromszög túraútvonal konkrétan, itt Balatonalmádi területén található, de csak itt Balatonalmádi területén tényleg. Tehát ez még a város se hagyja el, ez egy olyan túraútvonal konkrétan, ami nem hagyja el Balatonalmádi városát. Tehát itt a városon belül tesz egy szép nagy kört konkrétan. A szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy szélzajos lesz ez a videó, de a szelet ugye nem én szabályozom. Mert a szelet ugye azt nem én szabályozom, a szél ez fúj, ha kell, ha nem kell, de főleg akkor fúj, amikor én videózok. Ezért most elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy szélzajos lesz ez a videó. De hát lányok és fiúk, hogy mondottam, a szelet nem én szabályozom. De a szél ez mindig ezt csinálja, tehát én ezen már tulajdonképpen meg sem vagyok lepődve, hogy ismét fúj a szél. Mert mindig akkor szokott fújni ez a szél, amikor én általában videózok a legtöbb esetben. És ez úgy látom, hogy most sincsen másként, meg hogy hallhatjátok is tulajdonképpen ezen a felvételen, hogy rendesen fúj a szél is tulajdonképpen, itt Balatonalmádi területén. Amúgy meg tök szép idő volna, meg van is tulajdonképpen, mert ugye ragyogó napsütés van, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát ragyogó napsütés van, amint látjátok, szép, tiszta, derült kék-kék kíséretében. Hát lányok és fiúk, tehát az időjárásnak így igazániból nincsen semmi bajom az időjárással, legalábbis a napsütéssel semmi bajom nincsen, de viszont ebből a széllel annál inkább van, mert ez bizony fúj, ha kell, ha nem kell, de főleg akkor, amikor én videózok. Tehát ezen én már tulajdonképpen meg sem lepődök, meg sem vagyok ezen már lepődve konkrétan, mert mindig akkor fúj ez a szél, amikor én videózok, mert miért is ne akkor fújna.
Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől a szélzajé. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, itt Balaton-Almádi területén. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balaton-Almádi területén, a kék háromszög túraútvonalon. Na, jányok és fiúk, és közben ugye elmondom nektek, hogy amikor ez a videó készült, közben ugye most rajtol el a Ultra Maraton Balaton futóverseny tulajdonképpen, mert igen, tehát jó, igen, most rajtol el ezen a vasárnapi napon az Ultra Balaton futóverseny konkrétan, így vasárnap rajtol el, március 8-án konkrétan, mert ugye március 8-a van, amikor ez a videó készült, de pontos idő, dátum ott látható folyamatosan a kijelzőnek a aljában konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen folytatom is a sétámat én ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. A szélzajé pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy szélzajos lesz ez a videó sajnos. De hát ugye a szelet, ugye, ahogy mondottam, nem én szabályozom, mert nem én szabályozom. Na, jányok és ők, és akkor folytatom a sétámat én ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Itt Balaton-Almádi területén, és itt majd csinálnom kell egy balra átot, ahogy elnézem. Ja, itt majd balra kell mennem, igen. Ja, itt balra kell mennem konkrétan. Itt van is itt egy útkereszteződés. És akkor itt szépen csinálunk egy balra átot, és akkor folytatom tovább a túrámat, illetve a sétámat ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem csinálok itt egy balra átot, mert ez a kék háromszög túraútvonal tőlem balra folytatódik, úgyhogy hát most itt és most csinálok egy balra átot konkrétan, így, szépen lassacskán meg is csinálom én ezt a balra átot konkrétan. Na, jányok és fiúk, és én a továbbiabban arra fölfelé fogok haladni ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, mert a kék háromszög túraútvonal tulajdonképpen arra felé folytatódik, csak elengedem az autót, csak éppen elengedem az autót, mert között elmegy egy kis zöld autó. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balaton-Almádiban, a kék háromszög túraútvonalon, aminek egyébként meg is tudom nektek mutatni az egyértelmű jelzését, mert itt van ennek a villanyoszlopnak a betonjára fölpingálva. Émelányok és fiúk, itt látható, hogy bizony, én itt vagyok Balaton-Almádiban, a kék háromszög túraútvonalon, és ez a továbbiakban is így lesz, és én a továbbiakban is ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon fogok haladni, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható ezen a felvételen. És én folytatom is tovább a sétámat, illetve a túrámat itt Balaton-Almádi területén, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, és arrafelé folytatom én a továbbiakban. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladok is tovább, tulajdonképpen, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, itt Balaton-Almádi területén. Hát egy újabb emelkedős szakaszon vagyok konkrétan, tehát megint hegymenetben vagyunk, lányok és fiúk, hogy mászunk fölfelé neki a hegynek konkrétan, itt Balaton-Almádi területén, mert a kék háromszög túraútvonal errefelé folytatódik. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk fölfelé. Jó kis emelkedős utca, amit láthassátok ezen a felvételen. Tehát jókora emelkedő van itt konkrétan. Hát végeredményben a kilátóhoz fog följutni, a messzelátóhoz, az Óvárihoz. De hát a Óvári messzelátónál ugye már voltam én a
az elmúlt időszakban, hisz ha megnézitek azokat a videókat, amiket jó múltkorában készítettem, ugyancsak itt Balatonalmádiban, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, ott láthassátok, hogy igen, eljutottam a Óvári messzelátóhoz, és ezen a mai napon is tulajdonképpen oda fogok feljutni, oda az Óvári messzelátóhoz, csak egy másik út, másik szemt, másik irányból közelítem meg. Hú, lányok és ők, ez az emelkedő gyerekek, ez nagyon, nagyon durva, nagyon emelkedős ez a kis utca, de amúgy ott van már a mozdony is, tehát ott látható az a szép kis fekete mozdony is, tehát ott látható az a kis gőzmozdony is ott fönn a híd tetején, ami egyébként a 375-ös típusú gőzmozdony, a 680-as pályaszámmal tulajdonképpen. De és ugye ennek ez is az, és ugye már erről is készítettem én videót a korábbiakban, ebből a mozdonnyal kapcsolatban, mert készült már videó a korábbiakban, amikor bejártam annak a vasútvonalnak a nyomvonalát, ami a napjainkra már egyáltalán nem létezik, vagy a Hajdanán valamikor régen Alsóvörös és Veszprém között volt egy vasútvonal, és ez a mozdony tulajdonképpen annak kíván emléket állítani konkrétan, amit ott láthattok fönn a híd tetején. Nézzétek csak, ott van fönn a kis gőzmozdonyunk. Tehát ott van fönt, amit láthatjátok, a gőzmozdony a híd tetején. És ugye ez a gőzmozdony, ez valójában a Alsóvörös Veszprém vasútvonalnak állít emléket, ami Hajdanán létezett, de a napjainkra már egyáltalán nem létezik, mert konkrétan megszüntették 1969-ben ezt a vasútvonalat, olyan szinten, hogy a sineket is tulajdonképpen felszedték, és csak a nyomvonal maradt meg. De erről is már készítettem a korábbi abban videót. Na, jányok és ők is, itt van a kis gőzmozdonyunk, ami tényleg azért annak állít emléket, ennek a bizonyos vasútvonalnak, amit az imént említettem. Mert ugye, ahogy mondottam, a korábbiakban, Hajdanán, nagyon régen volt egy vasútvonal Alsóvörös és Veszprém között, és ez a mozdony tulajdonképpen, ez a 375-ös gőzmozdony, 680-as pályaszámmal, ez állít neki, ez emlékezteti arra az erejárókat, hogy Hajdanán itt volt egy vasútvonal, ami a napjainkra már egyáltalán nem létezik. És akkor szépen haladunk is tovább. Átmegyünk itt a mozdony alatt, ezen a vöröskőből épült híd alatt. Amint lássátok, szép kis boltíves híd van itt, amint láthatjátok ezen a felvételen, ami konkrétan vörös homokkőből épült. És akkor szépen át is megyünk itt a mozdony alatt tulajdonképpen. Így, szépen át is megyünk a mozdony alatt. Ez is ugye Hajdanán, ez is a vasútvonalnak a része volt. Ez a felüljár, ez a híd, ami alatt most épp áthaladok. Na, jányok és fiúk, és én akkor folytatom tovább a sétámat, illetve a túrámat ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban a kék háromszög túraútvonalon. Hú, gyerekek, és mi mindig emelkedőnek megyünk, az a helyzet. Hú, gyerekek, rendesen el vagyok szokva ettől a hegymenettől, pedig hát rengeteg ilyen videót készítettem már, amikor ilyen hegynek megyek fölfelé, mint például most is. És itt lesz majd a Óvári kilátó is tulajdonképpen. És szerintem ott lesz majd vége ennek a videónak, ha nem is ennek, de a következőnek biztos. Na, jányok és fiúk, amint láthatjátok, errefelé van a Óvári kilátó. És én is arrafelé fogok haladni konkrétan. Mert ugye valójában ez a kék háromszög túraútvonal, ami itt található Balatonalmádi területén, ez érinti az Óvári kilátót is konkrétan, amit most azt jelenti, hogy jobbra kell mennem. Tehát én a továbbiakban arra fölfelé fogok haladni, és folytatom is tovább a sétámat tulajdonképpen, illetve a túrámat arra fölfelé, ezen a bizonyos
kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban, a kék háromszög túraútvonalon. És akkor én szépen folytatom is tulajdonképpen a sétámat, illetve a túrámat ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Méghozzá erre haladunk fölfelé, a továbbiakban. És én mindig a kék háromszög túraútvonalon vagyok egyébként meg, ami majd szerintem nem sokára meg is tudom mutatni néktek a jelzését, ha minden igaz. Igen, majd meg tudom mutatni nem sokára. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen folytatom tovább a hegymenetet. Még mindig hegynek megyünk fölfelé. És ugye ennek az útnak a nagy része tulajdonképpen végig hegymenetben van. Tehát mindig emelkedőnek megyek majd fölfelé, szinte végig. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétáló sértelmetlen gagyi videóban. És akkor itt valamiről beszéltem, hogy meg tudom mutatni a kék háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését. Íme lányok és fiúk, ott látható, hogy bizony-bizony én még mindig a kék háromszög túraútvonalon vagyok. És a továbbiakban is ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon fogok bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétáló sértelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése ott látható, és én haladok is tovább itt Balatonalmádi területén, ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, tartsatok velem! És akkor folytatom is tovább tulajdonképpen a sétámat, illetve a túrámat. Haladunk is tovább, de szép ez a épület. Ezt így meg is mutatom nektek, ami egyébként vörös homokkőből van ugyancsak, legalábbis a burkolata biztos, hogy vörös homokkőből van, az szinte 100%. Azért a épületre nem vennénk mérget, hogy abból van, de a burkolata az biztos, hogy vörös homokkőből van, ez szinte 100%. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon, itt Balatonalmádi területén konkrétan. Amúgy a mandulafa is gyönyörű szépen virágzik, ott látható ott a háttérből ott egy mandulafa teljesen virágba van borulva konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor folytatom tovább a sétámat, haladok is tovább konkrétan ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban, a kék háromszög túraútvonalon. De sokszor elmondtam én ezt már ebben a videóban, és még milyen sokszor el fogom mondani. Ez elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, konkrétan. Hú, gyerekek! Egyre jobb ez az, egyre meredekebb ez az út, esküszöm. Hú, gyerekek! Hú, jó kis meredek utca ez. De hát ugye Balatonalmádinak rengeteg ilyen kis meredek utcája van. Mint például ez is, ahol most éppen bóklászok, konkrétan. Tehát rengeteg ilyen utcája van Balatonalmádinak, ilyen meredek. Mert egész Balatonalmádi tulajdonképpen egy hegyoldalban van. Között van egy nagyon szép kis épület, ezt így meg is mutatom néktek, ha már itt vagyok. Ezt nézzétek. Micsoda kis épp, fasz a kis épület van itten. Gyönyörű konkrétan. Na, jányok és ők, ezt nézzétek. És ma ott vagy 20 perce megy ez a videó, úgyhogy haladok is tovább. Hú, gyerekek, jó kis meredek utca ez is, azt kell mondjam. Tehát ahogy elmondottam, ugye Balatonalmádiban rengeteg ilyen utca van, ami ilyen hegyoldalnak megy fölfelé. Tehát ugye egész Balatonalmádi tulajdonképpen egy hegyoldalban van konkrétan. Hát a belvárosi rész az mondjuk lent van a Laposba, a parthoz közel tulajdonképpen. De Balatonalmádinak a nagy része az itt a hegyoldalban van végig. És valójában nekem lehet, hogy ezért is tetszik ez a város ilyen baromira nagyon, mert ilyen hegyoldalba épült konkrétan az egész város. Na, jányok és fiúk, haladunk tovább konkrétan.
de sokszor elmondtam már, hogy konkrétan. És akkor szerintem lassacskán meg is érkezek az óvári kilátóhoz tulajdonképpen. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Mert tényleg lassacskán megérkezek az óvári kilátóhoz. És akkor amikor majd megérkezek az óvári kilátóhoz, ami már itt tényleg nincsen olyan nagyon messze, akkor lesz teljes egészében bejárva ez a bizonyos kék háromszög túraútvonal itt Balatonalmádi területén részemről. Na, jányok és fiúk, és akkor mászok tovább. Szépen megyünk fölfelé az emelkedőnek konkrétan. Szinte egyfolytában hegymenetbe megyek tulajdonképpen. Mióta elindultam ezen a kék háromszög túraútvonalon itt Balatonalmádi területén. Tehát végig hegymenetbe megyek. Hú, gyerekek! És jó meredek is, azt kell mondjam. Tehát rendesen már kiesik a nyelvem tulajdonképpen, mire fölmászok ide a óvári kilátóhoz. Mert hát tényleg itt van nem messze az óvári kilátó. Hú, gyerekek! Rendesen! Hú! Gyerekek! El vagyok szokva a hegymenettől, az az igazság. Na, haladjunk tovább. És akkor haladok is tovább konkrétan ezen a bizonyos kék háromszög túraútvonalon. És ahogy mondottam, ugye nem sokára meg is érkezek a óvári kilátóhoz. És szerintem részemről ott lesz vége tulajdonképpen ennek a sétának, illetve ennek a túrának. Mert abban, hogy most meg fogok érkezni az óvári kilátóhoz, azáltal teljes egészében bejártam itt Balatonalmádi területén a kék háromszög túraútvonalat. Hú, gyerekek, egy újabb túraútvonal mindjárt kipipálva részemről. Mert tényleg mindjárt kipipálva konkrétan ez az újabb túraútvonal. Hú, gyerekek. És én mindig emelkedőnek megyek, amint láthatjátok ezen a felvételen. Rendesen kiesik a nyelvem most már tulajdonképpen. És gyerekek, megérkezünk mindjárt az óvári kilátóhoz. Csak szusszannom kell még egy keveset, még mielőtt odaérek. Ott mondjuk már ez a videó 23 perce megy. Na, jányok és fiúk. És megérkeztem tulajdonképpen, mert tulajdonképpen meg is érkeztem a óvári kilátóhoz konkrétan. Hát íme, lányok és fiúk, ismét itt vagyok az óvári kilátónál konkrétan. Ott van a háttérben már a óvári kilátó tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, részemről egy újabb túraútvonal kipipálva, méghozzá a kék háromszög túraútvonal itt Balatonalmádi területén. Mert ugye jó múltkorában ugye jártam már itten a korábbiakban. Hát ha megnézzétek a múltkori videókat, amiket készítettem, ott láthassátok, hogy bizony-bizony már jártam itt én a korábbiakban. Hát lányok és fiúk, tulajdonképpen ennyi lett volna ez a séta, illetve ez a túra részemről. Ezennel kijelenthetem azt teljes egészében, hogy egy újabb túraútvonalat kipipálhatok, mert teljes egészében bejártam konkrétan, méghozzá a kék háromszög túraútvonalat itt Balatonalmádi területén. Ott van a háttérben, amit láthatjátok már, az óvári kilátó látható ott a háttérben. És ugye múltkor már voltam itten, nézzétek meg azokat a videókat is, amiket tulajdonképpen itt készítettem. A szélzajé pedig elnézést és bocsánatot. Na, itt vagyunk, lányok és fiúk, ismét. Ismét megérkeztünk az óvári kilátóhoz. Íme, ott van a háttérben teljesen egyértelműen, hogy bizony-bizony itt vagyok ismét az óvári kilátónál. Hát lányok és fiúk, ennyi lett volna tulajdonképpen a kék háromszög túraútvonalnak a bejárása. Teljes egészében bejártam a kék háromszög túraútvonalat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen, és ennyi lett volna konkrétan ez a videó. Lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim! És
hiszen megérkeztem ismét ide Balatonalmádiba, az Óvári kilátóhoz. Hát lányok és fiúk, egy újabb túraútvonal részemről kilőve konkrétan, kipipálva, illetve kilőve. Hisz láthassátok, hogy itt vagyok már az Óvári kilátónál. Most nem megyek fel oda a kilátóba, mert nem megyek fel, mert már arról készítettem videót a korábbiakban. Nézzétek meg azt a videót, amit ott az Óvári kilátóba fönt készítettem. Köszönöm szépen. Hát ennyi lett volna, lányok és fiúk, tulajdonképpen. A Szélzai pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy szélzajos lesz ez a videó, de ugye a szelet nem én szabályozom, ahogy mondottam. Így hát jöjjön hát az elköszönés, lányok és fiúk, mert a szél teljesen elvinni a hangomat. Jöjjön hát az elköszönés. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó volt tőlem, Fritzitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lett volna a videó, ennyi lett volna a kék háromszög túraútvonal bejárása. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lettem volna, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, Balatonalmádiból, az Óvári kilátótól. Sziasztok! És ne felejtjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal. Addig is tegyetek türelemmel és megértéssel. A viszontlátásra, a viszontlátásra. Kék háromszög túraútvonal kipipálva. Sziasztok!